Ha megvalósítod az álmaid, megérkeztél. Árkád! Szeretettel köszöntjük a kedves nézőket a 47. Kékszalag Árkád nagy díjbalatoni túlkerülő vitorlás verseny. Most következő egy órás összefoglalóját láthatják itt a Digisport képernyőjén. Egy csodálatos esemény, egy nyugodtan mondhatom, hogy európai szintű esemény, nem csak azért, mert Európa leghosszabb túlkerülő vitorlás versenyéről beszélünk. Egy olyan eseményen nőtte ki magát ez a fantasztikus viadal, amely hát majd látni fogják, egyre több és egyre nevesebb külföldi versenyzőt vonz a Balatonra, ami természetesen örvendetes, és egyezik egyébként a Magyar Vitorlás Szövetség szándékával is. Ebben az esztendőben is, mint mindig, egy kiváló szakértő, Bakóczi Kálmán, nyugodtan mondhatom, hogy a Digisport vitorlázás témában állandó szakkommentátor lesz a segítségünkre, aki egyébként itt az eseményen magán is a vízről segítette az önök tájékoztatását. Szervusz, köszönöm szépen, hogy csatlakozol hozzánk. Szervusz, Zsuzsi, köszöntöm a Digisport kedves nézőit. És hát ugye a tavalyi esztendőben, aki nyomon követte a Digisport első ilyen nagyszabású közvetítését, egy egészen különleges esemény szemtanúja lehetett, hiszen láthatta, hogy hosszú-hosszú évek után egy olyan napot fogtunk ki ezen a napon, és ugye ennek mindig jelent van, hiszen rekordot dönteni csak és kizárólag a Kékszalag meghirdetett versenynapján lehet a balatoni tókerülésben. Szóval egy olyan napot fogtunk akkor ki, és olyan időjárási viszonyokat, és persze olyan gyors hajókat is, hogy hosszú-hosszú évek után egészen parád és új rekord született. Ugye 7 óra 13 perc 57 másodperccel sikerült akkor a 50-50-nek célba érkeznie. Egy egészen gyors és hihetetlenül egyébként versenyszellemében is éles csatát követően. Hát egy dolgot talán bizonyára elmondhattunk itt, és el is mondhatunk, hogy a mai napon az előrejelzéseknek megfelelően abban biztosak lehetünk, hogy rekorddöntés nem lesz, ugye Kálmán? Így igaz, gyenge, illetve alig szelet mondott a csütörtök reggel 9 órakor elrajtolt mintegy 540 hajó és azon résztvevő 3000 versenyről részvevő meteorológia, majd csütörtök estétől fokozatosan erősödő szelet mondott, így utólag elmondhatjuk, hogy ez maximálisan be is igazolódott. Így van, hát ugye itt a dolog lényege és az első nagy kérdés az volt, hogy a rajt procedúra előtt nagyjából milyen szélviszonyokra készülhetnek a versenyzők. Természetesen mi is ugye a közvetítés folyamán érdeklődtünk, akár ugye biztonsági mentési szempontból, hogy milyen napra készülhetünk, de úgy tűnt, hogy egy nagyon-nagyon csendes, szélcsendes, vagy legalábbis enyhe szeles napot fognak ki a versenyzők. Egy dolog viszont mindenképpen örvendetes volt, és itt már önök is láthatják egy csodálatos felülnézeti képből, ugye a rajt procedúrát, a rajtvonalat, amely ugye tudjuk, hogy 6 kilométer hosszú, és a leges-leggyorsabb hajók egészen ugye bentről indulnak. Ezek a rajt előtti utolsó másodpercek ugye mindig 9 órakor pontban, ezzel a bizonyos hagyományos ágyudörgéssel indul el, vagy ágyulövéssel a rajt a Kékszalagon idén a 47-en. Elindul a rajtprocedúra, és hát elindul ugye az a hatalmas versengés, ami egy óriási taktikai csoda, és hát van egy nagyon komoly jelentősége annak is, hogy most egy páratlan évben vagyunk ebből a szempontból, mert hogy évek óta már szüksége volt, illetve szándéka volt a Vitorlás Szövetségnek az, hogy ezt a versenyt nyíltá tegye, de eddig ugye úgy tűnt, hogy volt egyfajta váltakozás a páros évek és a páratlan évek között. Idén viszont ez is megváltozott. Így igaz, lejárt az a moratórium, ami kizárta eddig a minden évben való leggyorsabb hajóknak is, akár több testű hajóknak is a részvételét, illetve a rajtozálását a Kékszalagon. Ez idén től 2015 júliusától most már abszolút nyílt lesz, hiszen a kiírók szándéka akkor is, mint ahogy az Amerika kupán is az volt, hogy a szélelhajtott leggyorsabb jármű vitorlás hajó nyeri el a Kékszalag nagydíjat. Igen, ugye ez hosszú évekig nagy és komoly vitákat váltott ki, hogy mit is remélnek, mit is akarnak ugye a Kékszalag résztvevőjétől, a versenytől, mennyire fontos, lényeges őrizni a hagyományukat. Gondolok itt mondjuk akár a hagyományos építésű hajóknak a térnyerését, tehát akár az egytestű gyönyörű cirkálóknak a térnyerését, vagy éppen haladjunk a korral, és nézzük szét a nagyvilágban, hogy mi a tendencia. És mostanra azt lehet mondani, hogy végül is ez utóbbi szempont lett a legfontosabb, mert abban valóban ugye az alapítók eredeti szándékát sikerült ugye újraéleszteni, hogy akár milyen is az a hajó, de a leggyorsabb legyen, amelyik megkerüli a Balatont ezen a viadalon. Így igaz.
Ugye köszönő viszonyban sincsenek egymáshoz a klasszikus építésű hajók, illetve ezek a több testű, vagy éppen a Libera egy testű, de mégiscsak egy abszolút legkönnyített és a élő súlyjal még a balanszot kiegyenlítendő ruhanógépek, idézőjelbe zárva, hiszen azt tudtuk, hogy ide most már az első 10 helyezett közé szinte kizárt dolog, hogy egytestű, a liberákat kivéve egytestű hajó be tudjon törni. Egész pontosan én azért úgy gondolom, hogy ha igazán sportos, erős, hogy nem mondjam viharos, vagy éppen vihar lett volna ezen a kékszalagon, amilyen az elmúlt évben biztos vannak a Digisport kedves nézői között, most már egyre többen, hála Istennek, törzs vendégeink. Tavaly igazándiból az első 3 óra után erősödött föl a szél, tehát déltől, amikor már a gyorsajok köztük a 50-50 az élen áthaladta nyugati medencébe, Tihanyi Szántót között. Ha olyan erős, tehát a Bofors-skálán 5-ös, 6-os erősségű szél lett volna most, vagy attól még erősebb, én úgy gondolom, hogy akkor azért nem Isten bizony, hogy talpon tudott volna maradni egyrészt a két testűek között mindegyik, már pedig több órát is igénybe vett ezeknek a hajóknak a visszaállítása, és ebben az esetben a klasszikus hajók között a 75-ös cirkálók bizony, a Sirocco, Nemere 2, a Lilafüred, de még a 70-es cirkálók is bizony odaérhetnek az 1-10-be, és hogy nem mondjam, egészen extrém körülmények között. Én még, hiszen sportról beszélünk, és ugyan a haj itt is kizárt, de mivel sportról beszélünk, minden benne van a pakliba, hogy igenis lehetnek még olyan időjárási körülmények, amikor ezek a gyönyörű, klasszikus, tradicionális hajók is odaérhetnek az ére. Most viszont azt látjuk itt, ugye gyakorlatilag a rajt utáni első szakaszban, amikor még a kenesői forduló felé igyekeztek a hajók, hogy jelen állás szerint azért nem a klasszikus hajóké volt itt a rajt utáni nyitány, hanem sokkal inkább ugye a két testüveké. És hát láthattunk itt érdekes akciókat, akár előzéseket is. Minden esetre nagyon fontos volt azt megtalálni, hogy ebben a viszonylag szélcsendes zónában ki milyen irányba indul el. Ugye lehetett látni nagyon sok élő közvetítésben, ugye felülnézeti képet is mutattunk, sőt, ugye GPS koordinátákkal próbáltuk szemléltetni a kedves nézőknek ugye azt is, hogy milyen az élenálló hajócsoportok mozgása, és hát nagyon sok mindenben lehetett látni azt, hogy volt, aki más taktikát választ. Ez például egy csodálatos, igazi akció volt. Igazi akció volt, itt éppen kifordult az egytestűek között a gyönyörű Libera hajó, a kéttestű szélárnyék, hiszen az ugye lerohanta, könnyebb hajó, sportosabb, és ilyenkor nem érdemes a szél takarásába ottan kínlódni, ki kell fordulni, és egy vagy két, vagy éppen 5 perc múlva pedig tiszta szélben visszafordulni az első fordulóbójához, ami majd Balatonkenesén lesz. És valóban azt látjuk, hogy hát itt nagyon-nagyon emberpróbáló körülmények között próbálnak meg haladni a hajók. Hiszen alig fodrozódik a víz, mondhatja. Alig fodrozódik a víz, és hát te is, mint sportember a mai napig nagyon jól tudod, hogy ha mentálisan nincsen rendben egy sportoló, akkor igazándiból a produkciója messze elmarad a optimális teljesítménytől, tehát itt abszolút rezzenéstelenül kell üljön az egész csapat a hajón, hiszen minden rezdülés akár a vitorlának, akár a hajótestnek fékezően hat, és ebbe a pici sebességbe ezek bizony mind döntő módon tudják befolyásolni a majdani eredményeket. Igen, ugye sokat beszélgettünk a nap folyamán, sőt a verseny előtt is, ugye elsősorban azokról, hogy kik lehetnek az esélyesei ennek a viadalnak. Természetesen ugye nagyon sokat reméltek ugye a szakmához értők, a tavalyi győztes Józsa Márton által irányított 50-50-től. Ugye az is érdekes volt, hogy a tavaly ugye egy gyakorlatilag kis baleset nyomán viszonylag a versenyből hamar kiállni kényszerül Litkei Farkas, egyébként aki 11-szer nyerte már meg a korábbiakban ugye más-más hajókkal a kékszalagot. Természetesen óriási energiákat megmozgatva, és egy új hajóban, egy vadonatúj hajóban, ugye Cellum névre keresztelt hajójában vágott neki ennek a viadalnak, és hát az mindenképpen egy jó kis előrejelzés volt, hogy a kékszalagot megelőző, nevezzük tesztversenynek a fehér szalagon, ugye a Cellummal sikerült győzeldelmeskednie Farkéknak, Litkei Farkaséknak, de hát ugye megérkezett egy külföldi csapat, a Safran
voltam Svájcból, akik hétfőn érkeztek, ugye, sőt, kedden értek egészen pontosan ugye a Balaton környékére, kipakolták a kamionból a hajót, összeszerelték egy nap alatt, szerdán egy picit teszteltek, és csütörtökön pedig vízre szálltak. Úgyhogy megint nagy kérdés volt, hogy ebben a tekintetben egy külföldi hajó, noha nyilván kiváló konstrukcióról volt szó, de vajon Balaton ismeret nélkül, vagy csekéke Balaton ismerettel egy ilyen csapattal milyen eredményre lehet képes. És hát aztán persze természetesen ott voltak a nagy klasszikusok is, akiktől az ember mindig remél valamit. Itt meg ez a egészen különleges látvány, amit egyébként éppen Christophe Peclard, ugye a Safranot irányító skipper, a Balaton szörnyetegének nevezett furcsa módon. Igen, de hozzá kell tenni, hogy ezt abszolút nem degradáló értelemben értette, hanem egy jópofán, jókedéllyel definiálta így a Balaton szörnyetegének elkeresztelt. Miközben egy pillanatig láthatták a kedves nézők ugye azt, amire utaltunk, hogy ugye folyamatosan a közvetítés során is ugye a vélhetően leggyorsabb hajókra szerelt GPS adókkal sikerült, illetve ezzel próbáltuk folyamatosan tájékoztatni önöket arról, hogy a vízen mi történik, hiszen noha többek között Makóci Kálmán és természetesen két másik kiváló kolléga is folyamatosan ki volt a vízen annak érdekében, hogy segítsék a tájékozódásunkat arra, hogy halad a verseny, hogy bizonyos fázisokban éppen ki merre jár. Azért nem volt az garantálható, hogy minden egyes momentumánál ott tudtak lenni, vagy esetleg ott lehettek, hiszen tavaly éppen ugye volt olyan, mellette egyébként Bakonyi József és Récei Gusztáv voltak azok, akik egy operatőr kollégánkkal a vízen tartózkodtak, de hát volt ugye Paplalernyős operatőr kollégánk, voltak drónos felülnézeti felvételeink is pont annak érdekében, hogy egyetlen egy pillanatot sem mulasszunk el. Hát itt most nem történtek olyan sebesen a dolgok, hogy erre esély lett volna. Minden esetre azért meglepő volt, és majd még fogjuk látni azokat a momentumokat is, hogy annak ellenére, hogy ez egy ennyire szélmentes vagy szélcsendes nap volt, milyen komoly belső taktikai versengések zajlottak ugye az élenállók között, és szakaszról szakaszra lehetett érezni azt a belső feszültséget, azt a komoly presztízs harcot, amelynek hát egyébként részben ugye a Safram is hosszú-hosszú időn keresztül részese volt. Hát itt valóban egyrészt a 540 elrajtott hajón belül ugye az abszolút sorrendér is nagy-nagy taktikai harcok dúltak és dúlnak mindig, másrészt pedig ugye 30 osztályról beszélünk az abszolút sorrenden kívül. Voltak olyan osztályok, ahol ugye jóval 10 fölötti volt a indulóhajók létszáma, erre még a későbbiek folyamán visszatérünk. Itt közben egyébként láthatjuk, itt ezt a szinte látjuk, totális szélcsendet totális keresel. Totális szélcsend, és fantasztikusak a felvételek, és azt is megmondom, hogy miért. Itt éppen a Szigligeti öböl bejáratánál álltak meg a hajók. Hát, ahogy látják a kedves nézőink is, felsorolkoznak szinte egy új rajthoz. Itt van a később abszolút első helyzet svájci csapat, a Safran, megérkezik a 50-50, megérkezik a Litkai Fark és a 11-szeres tókerülő győztes, 2-szeres világbajnokunk kormányzásával, és a többi hajó is a friss víztől kezdve, mindegyik. Tehát itt 10 hajó a Principessától, a Rafikáig szépen felsorakozik az abszolút 1-10, megint úgy mond a második rajtos. Igen, itt, ha ez egy kis belső új rajt mondhatni. Ez egy belső új rajt, itt ha összedumáltak volna a srácok, akkor simán megbeszélhették volna, hiszen elég nagy volt ugye az előnyük a úgymond klasszikus hajókkal szemben, lévén sokkal könnyebbek és arányaiban sokkal nagyobbak a vitorla felületek. Hogy srácok, dobjunk egy horgonyt, ússzunk ki, együnk egy lángost, ígyünk egy fröccsöt, ússzunk vissza, és valaki számoljon vissza, egy percről lőjünk egy új rajtot. Uh-huh. Tehát ez igazándiból itt hosszú-hosszú percekig egy helyben álltak a hajók, majd utána, amikor nagyon-nagyon lassan elkezdett ilyen kis príznek nevezett kis ilyen szélcsíkok megjelenni a tavon, akkor bizony kellett, én nem csak azt mondom, hogy jó döntéseket hozni elsősorban, hanem elsősorban jó és szerencsés döntéseket hozni. Ez egy elég fontos tényező, hogy a vitorlázásban azért ezt is hozzá kell tenni. Minden sportban ezt természetesen nem lehet figyelmen kívül hagyni. Egy biztos nagyon-nagyon nehezen és nagyon lassan és küzdelmesen értek el ugye az első pályahelyig, a Kenesei Bója fordulóig a hajók, és hát azt gondolom, hogy már itt azért lehetett egy kicsit talán érezni azt, hogy kik lesznek azok, akik valamivel taktikusabban, bölcsebben
próbálnak pozíciót választani. Ugye itt lehet egy kicsit már ezen a bizonyos GPS koordinátákat nyomon követve kialakított képen látni, hogy milyen formában fordulnak meg. Itt viszont láthatjuk, hogy elitkei farkasékat a cellummal, akik már túl vannak, vagy éppen most érik el ezt a bizonyos pályajelet, ugye a kenesei fordulónál. Így igaz, hát lehet látni, hogy centről centire halad éppen csak az igen. ő hajójuk. Igen. Egyébként igen, tegyük igen, hozzá, a többiek még talán ebben a tempóban sem. De itt még nem lehetett igazándiból tudni, ugye nyilván a Blackjacktől kezdve azért a több testvér között itt mindenkinek esélye volt, függetlenül attól, hogy kisebb a hajója, vagy nagyobb a hajója, hiszen sportról beszélünk, hiszen szélről beszélünk. Tehát ilyen kialakulatlan, egyenletlen szélviszonyok közepette, ha valaki szerencsésebben meglép több-több kilométerrel, nyilván persze, hogyha leáll a szél neki és a többieket meg ráfújja, ahogy ez későbbi ebben a Szigligetőből bekövetkezett, akkor újraosztásoknak lehetünk majdan szemtanúi, de azt lehet látni, hogy például egy 50-50 tavaly igazándiból ennyi idő alatt, amikor most elértek Kenesére, mert majdnem Keszthelyen volt. Ez így szóval... van, így van. Másodiknak fordult ugye most itt ezen a ponton a Safran, egész közel egyébként a litkei féle cellumhoz. De tény is való, hogy már ebben a nap, ezen szakaszán lehetett érezni, és ebben a pillanatban már tudtuk, hogy ez nem hoz rekordokat, ez a mai nap itt kifejezetten kezdett kirajzolózni, hogy abszolút ugye az idegek csatája lesz, az állóképességé, a tűrőképességé, nyugodtan mondhatom, hogy a monotónia tűrésé lesz ez a nap, mert hogy egészen elképesztően be kellett rendezkedni egy hosszú és embert próbáló, idegeket próbáló feladatra. Azt még akkor nem tudtuk, hogy ez mennyire lesz hosszú. Ugye volt előttünk egy rekord a tavalyi esztendőről, amit tudtuk, hogy nyilván megközelíteni sem lehet, de az abszolút kérdéses volt még, hogy lesz-e változó légmozgás. Ugye többször a nap folyamán kaptuk a időjárási helyzetjelentést, amiből lehetett reménykedni abban, hogy valami fajta komolyabb változás lesz és megérkezik. Ez valahogy mégsem így alakult. Ez egy nagyon furcsa nap volt ilyen szempontból. Hát igazság az, hogy itt a kenesei bolyánál már abszolút biztosak lehetünk abban, hogy sötétedés előtt nem fog beérni az abszolút első, vagy az abszolút 1-3. Miközben ugye láthatjuk az élmező, hogy második felét itt a kenesei bolyafordulóhoz érkezni. Így igaz, és innen igazándiból egy... Rafika, Naturaqua és friss víz. Így van, és innen ugye a második számú pályajelet, az a Siófokot kellett irányként venni. Sok lehetőségük nem volt a versenyzőknek, ez egy úgynevezett majdnem egy takos menet volt Siófok felé, tehát igazándiból a sebesség, hajó közötti sebesség kezdett el dominálni ebben a kis szélben is, és majd későbbiekben látni fogjuk, hogy egyébként hihetetlen adókapok ment a hajók között, tehát ilyen izgalmas igazándiból kékszalagtól kerülő versenyre én nem emlékszem, hogy lett volna, hogy ennyiszer cserélődött volna az első tizen belül a sorrend. Ez körülbelül, ha forma egy autóversenyre lefordítom, olyan, mintha Alonsótól a Räikkönenen át, a Vetteltől a Hamiltonon át körről körre cserélődnek az 1-10, és aztán majd persze az utolsó három kör nyilván addigra általában azért leosztódni látszanak a lapok, hogy kivégez a dobogón. Ez itt is megtörténik a későbbiek folyamán, de ebbe a nagyon lassú, nagyon idegörlő, iszonytató összhangot kívánó csapatmunkának valami brutálisan nagy szerepe volt. Így van, picit itt lehetett azért látni, hogy az egytestőek közül ugye a liberák elsősorban láthattuk itt a Rafikát vagy a friss vizet, akik elég sokáig egyébként az élmezőnyhöz tudtak tartozni. Még bizakodhattak abban, hogy ez az az időjárás, és talán az egyetlen olyan szenárió, amelyben ugye a két testőekkel valamilyen formában felvehetik a versenyt, és ez egészen sokáig sikerült is tulajdonképpen tartaniuk. Persze nagyon, nagyon komoly taktikai döntéseknek köszönhetően, és persze nagyon kemény munkának lehetett látni, hogy milyen intenzíven trapézoltak ott a mancsaftok az egyes hajókban. Igen, itt a képen egyébként a Granin nevű gyönyörű Kód 8-as látjuk, egy csupa lányokból álló nagyon erős csapattal. Szenzációs volt a rajtjuk. Szerintem a mezőny egyik legjobban rajtoló hajója volt még Balatonfüreden reggel 9-kor. Itt abszolút
A abszolút sorrendben is 20 helyen belül fordultak Balatonkenesén. Tudni kell arról, hogy két olimpikonunk, volt olimpikonunk is rajta volt a Graninin, a Vörös Márti, illetve Német Enikő személyében, és csak helyes döntéseket tudtak megint hozni a hölgyek. Ezután is gratulálunk. Gratulálunk mindenképpen. Hát ugye itt ez már egy színesebb kép a szószoros értelmében. Igen, itt a színes HC vitorlákkal látjuk a egytestű hajókat, most már köztük a klasszikus, tradicionális sirokkot feltűnni, akik szintén nagyon jól rajtoltak volna, ha nem pont a rajt előtt történik 3 perccel egy sajnálatos sérülés, de hát ez is benne van a sportban. Ugye egy gyengeszeles rajt volt, de az egyik versenyző, és nem igazán kezdő, hiszen 20 éve rajta van a hajón, és abszolút profi módon végzi a dolgát, de tudnak lenni ilyen pekhes szituációk. Odaszorult a ormerevítőhöz, tehát a forsztákhoz, és a rajt után nem érezte annyira jól magát, tehát a vízimentők segítségét kellett ahhoz kérni, hogy ő minél előbb megfelelő orvosi ellátásba részesüljön. Túl van a nehézségein, úgyhogy ezúton is jobbulást kívánunk. Ez így igaz. Na hát ugye itt egy picit azért időben már ugrottunk, kellett is, mert elég hosszú verseny volt. Ugye itt a siófoki bójához abszolút elsőként érkezik a svájci Safram. Igen, hát ők igazándiból a 50-50 volt ugye a nagy esélyese. Igen. Ennek a tókerülő 47. kékszalag árkád nagy díjnak. De benne volt a pakliba, hogy tavaly ugye a Hagara kétszeres olimpiai győztes osztrák végzett mögött a második helyen, még hogyha 24 perccel is, na de gondoljunk bele, hogy egy több 100 kilométerről beszélünk, amit levitorláznak a versenyzők, igazán, és egy jóval kisebb hajóval, nem két árbocossal, egy árbocossal, ami igazándiból majdnem holt versenyt jelent, ha lefordítanám. Most megjelentek a nagyobb kéttestű hajók, egyrészt Litkai Farkasék jogoltából, másrészt pedig ugye a svájci csapat jogoltából, és a Black Jacket is én az ide sorolnám. Ezeknél a hajóknál nem lehetett tudni, hogy ebbe a nagyon gyenge szélviszonyok közepette, ami nem mindig a sebességről szól, akkor egy igazándiból mennyire tehetik izgalmassá a versenyt. És azt láttuk, és ezt elmondták a Józsa Marciék is, hogy nem minden körülmények között, és ez a szép ebben a sportban jön ki, az a hihetetlen innovatív fejlődés, amit ők a vízre tettek a Pager műhely segítségével. Ez a tényleg gyönyörűség, és le a kalappal minden tekintetben Marci és csapata előtt 50-50-t illetően ismer. Bebizonyították a svájciak is, meg a Litkai Farkas is, hogy bizony nem volt unalmas az életük. Na hát ugye itt már a cső felé halad a Safram, ugye a Cellum, illetve... És centiről centire vannak a hajók, is lehet látni, és közben eltelt x óra rajttól. Philip 50-50 követte őket, ez pedig ugye már az őket viszonylag szorosan követő élmezőny, az RSM DTM. És hát bizony nagyon úgy tűnt, hogy ahogy mondtuk, egy hosszú és igen fárasztó nap elébe nézünk. Szépen, szisztematikusan ugye a Safram haladt elől, és ők kerültek leghamarabb a cső felé közel, és hát természetesen ugye a cső az egy mindig meghatározó eleme annak, hogy azon átjutva hogyan haladhat tovább az élmezőny. Ez pedig a mezőny hátsó fele, még Kenesénél, nekik még itt volt feladatuk, de lássuk akkor egy picit mindezt a vízről. Áthaladtak a hajók a Tihanyi szoroson, teljesen átrendeződött a mezőny. Úgy látom, hogy a Tihanyi csőbe összefújta a hajókat a szél, és most elsőnek, ahogy én meg tudom ítélni, a Blackjack SL33-as katamarán halad, másodiknak talán a friss víz SL33-as katamarán, Petrányi Zoltán kormányzásával. Alattunk nagyon-nagyon közel a 50-50 halad, a középvizen halad a Safran, a 35 lábas Ventilo. Úgy tűnik, hogy itt a
parti szél itt a déli partnál jobban fizet. Mindenki ezt az oldalt húzza, egyedül a Sáfrán van középvíz felé. Litkei Farkas is kiigazította déli part felé a Decision 35-tel. Ő előtte, illetve az SL 33-as friss víz katamarán mögött halad a Rafika Libera, és közvetlenül fölötte, szinte egy magasságban pedig a Principessa, mindkét Libera. Nem túl biztatóan néz ki a nyugati medence, hogy így előre tekintek Badacsony irányába, olajvizet látok. Tehát gyakorlatilag ezek a hajók most szinte szélcsendben haladnak. No, hát valóban nem volt ez egy egyszerű feladat, és hát az is egy érdekes kérdés, és ezt te nyilván jobban meg tudod válaszolni. Az, hogy valaki középvizet választ, vagy inkább a part felé húz, mint hogy lehetett hallani, hogy egy Litkei Farkas is inkább az utóbbit választotta, ez abszolút a kormányos döntése, tehát a hozzábejutó információk függvényében mérlegel? Hát esetek döntő többségében igen. Léteznek olyan hajók, ahol a külön taktikus van, aki a szélre figyel, a szélfoltokra figyel, az ellenfelekre figyel, hiszen a kormányosnak nagyon az elsődleges feladat az, hogy rezzenéstelenül vigye a hajót, hiszen minden kormány mozdulat fék. És folyamatosan koncentrálni kell azokra a széljelzőkre, amin a vitorlán, amikor vízszintesen állnak, akkor azok mutatják a szélnek az optimális belépési szögét. Ehhez képest, ha irányt akar tartani, akkor vitorlát kell állítani, akkor ezt ő jelzi, vagy külön emberek vannak erre, amikor nyilván az orvitorlát kezelik, ha az orvitorlára állítunk, engedünk, vagy éppen húzzunk, ugyanezt meg kell csinálni a nagyvitorlával is. És de ettől csapat a csapat, hogy megoszlanak a feladatok, ezért kell nem utolsó sorban nagyon-nagyon sokat edzeni. Ez sajnos a Litkei Farkéknak most ez a nagyon-nagyon sok kimaradt, hiszen ő hibájukon kívül hazafelé úton eltört az árbocuk, és ez bizony egy héttel késletette az edzés munkát. Így összetolódott az élmezőny egyébként, éppen úgy Tihanynál lehetett látni, hogy mennyire, szinte alig lehetett a GPS koordinátek alapján eldönteni, hogy melyik hajó hol áll. De hát ugye, ahogy hallhattuk az imént, valóban ez az olajvíz, ez nem volt túl ígéretes látvány semmilyen szempontból, és egy kicsit előrevetítette azt, hogy egy egészen elképesztő és hosszú út vár ugye a Tihanyi öböl felé hajózva a hajókra, és hát ugye a Tihanyi forduló aztán meghozta a következő másik nagy-nagy nehézséget. Persze mi most nem tartunk ott időben, úgyhogy érdemes azért egy picit még itt elidőznünk. Ugye éppen a Black Jacket láthatjuk. Nagy Ér Attila kormányzásával, aki egy fantasztikus olimpiai osztályban felnőtt versenyzőként a nagyhajóban is kamatoztatni tudja azokat a finom mozdulatokat. Szinte láthatatlanul tartja a rezzenéstelenül a kormányt, ez természetesen azért nem egészen van így. Tehát ilyen tized-század milliméterekről beszélünk, ahogy finoman kezeli a kormányt, ezt így is kell csinálni, zseniálisan versenyeztek most is, és szerencsém azt lehet látni, hogy egyre jobban forrózódik a víz. Igen. Tehát ahogy átértek a Tihanyi szorosan, itt éppen a lila füredet látjuk az olimpikon Detre testvérek taktikai jelenlétével, taktikusként is, és bizony egyik legnagyobb ismerője a Balatonnak, tapasztalatuk egyebek révén. Itt a nagy-nagy ellenfél a Sirocco, Cittel Lajos kormányzásával, akiknek itt a hátrányok a csőben 4-10 másodperc volt a Lilafüredhez képest. Igen, egyébként a Lilafüreden ez alkalom most Detre Zsolt és Gál András vitték a hajót, tehát a Detre fivérek közül csak egyik Detre volt jelen, de hát tény is valahogy ezeket a csodálatos 75-ös cirkálókat mindig a legnagyobb bámulattal nézzük. Egyrészt azért, mert a szépségük nem lehet betelni, másrészt azért, hogy ezért évről évre mindig meg tudják mutatni, hogy ott a helyük a legjobb hajók között, és természetesen most az abszolút versenyre gondolok. Így igaz, és az előbb említett volt válogatott versenyzők olimpiai osztályban is azt bizonyítják, hogy ma azon
sok-sok hajón látunk sok-sok 18-20-22 éves olyan ifjú tehetséges versenyzőt, akik az utánpótlás osztályok bajnokaiként, helyezettjeiként, résztvevőiként sok-sok órával, nappal, héttel többet vitorlázva nagyon-nagyon sokban tudják segíteni az idősebb versenyzőknek a dolgát, mert itt bizony, amikor ha gyenge a szél, akkor azért van nagyon sok munka a hajón, még ha ez nem is látszódik, de nagyon finoman kell bánni minden vitorlával, ha erős szél van, akkor pedig azért van nagyon sok teendő a hajón, és ezek a ifjú versenyzők abszolút beleéleszkedve, itt Király Zsolt, itt látjuk egyébként itten a Rafika kormánya, kormányával a kezében, akik a balatoni kékszalag kivételével Európa összes tókerülő versenyét egyébként már megnyerték volt, amit nem is egyszer. Igen, de hát mint tudjuk, amit csodálatos Balatonunk, hogy láthattuk az előbbi fantasztikus felülnézeti képekből is, az egy külön tudomány, és nyilvánvalóan nem véletlenül olyan nagyon nehéz a kékszalagon versenyt nyerni. Közben ugye visszamentünk egy picit a nyugati medence irányába, mert azt is láthattuk, hogy a mezőny javarésze az meg mennyire nehézkesen boldogult, és meg gyakorlatilag az első pályájel felé tartva, vagy éppen onnan csak elindulva folytatta az útját ugye a második pályajel irányába. Itt viszont az élmezőny, tehát lehet látni ezt a kis piros jelzést is ugye a Balaton területén, közben a GPS koordináták képeit is meg tudjuk önöknek mutatni, hogy hogyan haladtak a leggyorsabbak. Hát nem sebesen, az egészen biztos, semmiképpen nem. Hát nézzük, milliméterek, igen, tehát milliméterek, igen, vannak, igen, igen, a hajók között. És ezt mondom, hogy ennek ellenére, hogy ennyire szélmentes volt ez a nap, egészen elképesztő belső versengés zajlott magán a különféle versenyszakaszon belül a hajók között a pillanatnyi vezető pozícióért. Így igaz. És tehát az a bámulatos... Hello, éppen itt kell farkasékkal. Igen. Az egyik legszebb dolog ebben az egészben, hogy ugye nincs két egyforma nap, nincs két egyforma arculata sem a Balatonnak, sem a szélnek, sem a felhőknek. És itt ezen a versenyben bebizonyosodott, hogy hiába az egyik legnagyobb tapasztalattal rendelkezik Litkei Farkas, hiszen 11-szer megnyerte a tókerülőt. És akkor meg nem beszélünk, hogy 4-szer megnyerte egyénileg is egyébként, ugye az egy személyes versenyben, tehát valóban többiről hegyére ismeri a tavat. Igen, és mégis... Szóval itt ez nem úgy van, hogy én tapadok mondjuk a Litkei Farkasékra, és akkor majd a végén sebességből elmegyek, vagy éppen van egy olyan alapszabály, hogy ha egyszer már az ellenfelem előtt vagyok, és a következő pályajel között, akkor ott kell maradjak, ha ő mögöttem fordul, akkor nekem is fordulni kell, hogy tartsam. Tehát itt igen, fordulnék én, ha nekem lenne szelem. Igen. De nekem mondjuk nincsen szelem, és... Nem tudom, úgy, hogy hosszú-hosszú percek telnek el, hogy én 100 métert megtegyek mondjuk egy hajóval, a későbbiekben majd Keszthely előtti bójánál igen, látni fogjuk. Igen, hát az egészen, ugye, egészen... Hogy már mindenki azt hitte, hogy itten egy perc és már veszi a Keszthely bóját, tehát óriási tévedés, mert hosszú-hosszú percekig kellett küzdeni azért bizonyos 150 méterért. És ott is benne volt még minden a pakliba, hogy én ugyan elő vagyok, de mögöttem kap csak egy percre egy frissülést, igen, és már ott van a torkomon mindenki, aztán kezdődik az újraosztás. Na hát, egy pillanatra ugye láthattuk még a mezőny második felét, akik Tihany felé araszoltak, itt viszont gyakorlatilag áll a verseny, eljött megállt az a pillanat, amikor egyszerűen szinte, ahogy mondott, horgonyt is vethettek volna, annyira álltak ezek a hajók, mint egy picit a Blackjack csordogálna, de éppen hogycsak. Egészen nehéz pillanatok voltak ezek, és hát ugye itt az volt a kérdés, már azért lehet látni, hogy a nap kezdett egyre alacsonyabban járni, tehát bizony, már bőségesen benne jártunk a délutánban, amikor ezek a pillanatok bekövetkeznek. Hogy mi lesz még? Az is tudható volt, és ez mindenképpen izgalmassá, és talán minden eddig egy picit szokatlanul veszélyesebbé is tehette volna ezt a versenyt, hogy a mezőny javarésze a viszonylag majd későn forduló, tehát ugye a Keszthelyi fordulót már visszafelé megtevő vezetőkkel nagy valószínűség a sötétben fog találkozni, úgyhogy ilyen szempontból ugye voltak egyéb izgalmak is
ami ezt a versenyt illette. Hát ezek csodálatosak, ezek a képek valóban a lemenő nap, vagy a szépen lassan lebukó nap fényében, egy kicsit ugye ellenfényesen látni. Igen, hát lehetett látni a csodálatos Badacsonyi hegyvidéket, igen, illetve a Szigligeti hegyet és a várat egy pillanatra, és most itt a diagramon pont azt látják kedves nézőink is, hogy igazándiból megint felsorakoznak a hajók a rajthoz. És van, aki Fonyód irányába, van, aki pedig a Badacsony irányába próbál meg, hát megszokni relatíve, amennyire lehet, persze. Igen. Hát itt, hogyha nagyon sarkosítanék, akkor itt két választása van általában a versenyzőknek, a Szigliget az érve egy. Az egy. Lemegyünk a déli partra ebbe a nagyon gyenge szélbe, és akkor Balatonmária, illetve az Zalatorkolat felől, ott egy kis parti brízekkel, még hogyha lassan is, de folyamatosan tudunk haladni. A másik döntés általában, hogy akkor Balatongyörök irányába megyünk, és talán ott találunk valami szelet. Hát 10-ből 9-szer a téli választás szokott bejönni, ezt még Litkei apuka is azt mondta annó, hogy drága gyerekem, 2000-ig déli part, ha most valószínű azt mondaná 3000-ig déli part. Na ez volt az az egy alkalom, a kivétel erősíten a szabályt, hogy nem jött be, akik azt választották, hogy lemegyünk Balatonmária irányába, mert itt épp a 50-50-t látjuk Balatongyörök kiszögeléséhez szembe haladni, és azért valami lengedez, ottan az az ominózus kék szalag, de azt látjuk, hogy tényleg centikre vannak egymástól a hajók, és ez valami, de itt egy nyugodt másodperc nem volt egyetlen egy versenyzőnek se, az biztos. Na, annak ellenére tényleg, hogy alig mozgott a szél, de olyan belső csatározások zajlottak, hogy kiengedné, nagy Isten, megenni egy szendvicset, inni valamit, szóval ez abszolút nem adatott meg, miközben láthattuk ugye egy pillanatra Krisztóf Peklárdék hajóját, a Saframot, szintén ott az élmezőnyben bizony, hát nagyon szisztematikusan vette az akadályokat, már ami a balatoni akadályokat jelentette. Hát ezt a csodálatos naplementét is, ez körülbelül este fél kilenckor készültek ezek a felvételek. Ezek az aranyhidas csodálatos képek, a középmezőnél, ugye, akik Tihany környékén jártak, ugye nem sokkal a szorost követően. Így igaz, és ilyenkor még azért a távnak ugye a kétharmada igazándiból hátra van, tehát lévén a Tihany-Szántódrév vonalát, hogyha elhagyjuk, akkor ott még hosszú át a versenynek a tényleg a duplája még hátra van, mint ami volt a keleti medencébét, a sokszoros magyar bajnok Regina osztályban győztes, amit ilyet látjuk, Szabó Vilmost és csapatát előtt Botival a kormánynál ezekben a percekben, akik egyébként megnyerték ezt a kék szalagot, de nagyon nem volt unalmas szintén az életük a második helyzet Szindbád, illetve Avanti előtt a későbbiekben, mert itt bizony osztályon belül is nagyon kiélezett harcok vannak, amiért nem csak presztízs harc. Abszolút, mert hogy végül is, hogy mondod, azért ugye a kék szalagon elrajtoló 540 hajó közül csak egy lehet abszolút győztes, de az, hogy a hajóosztályokon belül milyen belső csatározások zajlanak, és hogy mondod, ez persze az nem csak presztízs harc, de ennek is óriási jelentősége természetesen, de behatárolja azt is, hogy a nagyobb létszámú hajóosztályokban tényleg mi a valódi erősorrend, meg a taktikai sorrend is. Igen, és ugye a nagyobb létszámú hajóosztályokban, mint például amilyen a nautik is, szóval ettől is szép a sport, hogy ha valaki megkérdezi, hogy például én kinek adom a legnagyobb esélyt, akkor habozás nélkül azt mondanám, hogy Fináci György parti szél nevű hajóján lévő csapatnak, hiszen ő Litkei Farkas mellett a másik olyan csodálatos vitorlázó, aki talán még Farkasnál is nagyobb tapasztalattal ismeri, hiszen korban azért egy pár évvel fiatalabb Gyuri Attavat, és ott bizony meglepetés született legalábbis a én számomra, mert a Jovitál hajón a égiszese színeiben Turcsányi Béla el tudta hozni az első helyet a Gyuriek elől. Na hát ugye itt már a Keszthelyi öböl kapujában jár az élmezőny,
ugye Safran közelítette be. Ez már itt a kesztei forduló, egészen pontosan ugye Safran ért oda elsőnek, de hát látható, amire a korábbiakban már Bakonyi József is utalt, erre a bizonyos olajos felületű vízre fodorozódásnak szinte semmi jele, mondhatni, kisimult teljes egészében a Balaton, nyugodt, amit tudunk szeretni, de nem feltétlenül a kékszalag napján. És nézzük meg ezt a testtartást, ezt a pozíciót, hogy a szél azt a hihetetlenül gyenge áramlását se befolyásolják a testtartásukkal negatív értelemben. Pontosan, a maximális tehát, kihasználása. Derékszögbe, hát ez nem annyira kellemes, hogy a testtartás, igen, mint tudjuk. Na de hát sportról beszélünk azért. Ez nem mindig egy leányálom, még hogyha ha vannak olyan hajók, és nagyon helyes, hogy ők egy kicsit lazábra veszik ezt a gyönyörű tókerülő versenyt. De szóval ez a alázat, ez a profizmus, ahogy itt a Safranon is látjuk, hát ugye az azt teszik, amit kell. Amit kell. Az egy centikből lesznek az egy méterek, az egy méterekből, az öt, az ötből, a 25 és sorolhatnám, hogy muszáj annyi előnyt spejzolni, hogyha a végén akár szél taktikailag, akár más okból, ha hozhatunk mi hibás döntést, de akkor annyi előnyt tudtunk kovácsolni a korábbiakban, hogy ez elég lehet a befutóig. Na hát minden esetre az nagyon érdekes volt, hogy eddig a Safran tűnt a legtaktikusabbnak, elérkeztek a kesztei fordulópontig. Gyakorlatilag itt volt a kérdés az, hogy mennyire tudják ezt gyorsan és taktikusan venni, de hát nagyon úgy tűnt, hogy minden, és legfőképpen a szél összeesküdött ellenük, úgyhogy nagyon kíváncsiak voltunk arra, hogy belülről, a vízről, nem csak a partról figyelme az eseményeket, vajon mindez hogy néz ki, tényleg megtörténhet-e az, hogy egy fordulót szinte azért nem tud bevenni egy ilyen hajó, mert szinte tökéletesen leáll a szél. Na lássuk akkor mindezt a vízről. Most néhány percen belül fogja venni a svájci Safran katamarán csapata a keszthelyi pályajelet. Nagyon gyenge a szél, és egy kicsit el is fordult az iránya. Nyugati, délnyugati irányból egy kicsit északiasodott, északnyugati irányba fordult, ezért egy kicsit ejteniük kellett a katamarános csapatnak. Ez szerintem hamarosan egy fordulóval most fognak fordulni, és fogják venni a pályajelet. Betekerik a Code Zero-t. Kihúzzák a túloldalon. Át fogják rántani a nagy vitorlát, a fő vitorlát. Most átcsapódott, és ráfordulnak a pályajelre. Úgy tűnik, hogy a szélforduló miatt nem tudják venni még a pályajelet, valószínűleg még egyet kell fordulni ahhoz, hogy át tudjanak menni a pályajelen. Szerintem ezt hamarosan meg fogják tenni. Nagyon-nagyon gyenge a szél. Teljesen a part felől fúj az a kevés is, ami van, ezért nagyon élesen krejcolva, préselve próbálják megközelíteni a kivilágított pályajelet. Ha visszatekintek, körülbelül 1 kilométerre, 800 méterre lehet a Bauger 50-es 50-50 katamarán Józsa Márton kormányzásával. Őnekik is nagyon kevés szelük van. Ők is nagyon lassan közelítenek a pályajelhez. De szerintem egy 5 percen belül ők is meg fognak érkezni ide. Nekik is elfordul a szél, most igazítanak egy kicsit északnak, és próbálnak felkrejcolni a bójához. Egyébként egészen az öbölnek a feléig körülbelül
megfelelő irányú szél volt a Safran katamaránnak, tehát szinte teljesen a pálya erre tudott vitorlázni. Most itt az utolsó pár száz méteren, talán a 100-150 méteren fordult el úgy a szél, hogy nem tudták venni egyből a pályajelet, és muszáj volt fordulniuk. Szinte mozdulatlan a legénység ebben a nagyon pici szélbe, nem mozognak a hajón, hogy minél jobban menjen. Nagyon-nagyon megálltak. Ez a pár méter nagyobb kihívás lesz nekik, mint az elmúlt 2 kilométer itt az öbölben. Hát én ritkán látott nehéz forduló, bolyaforduló, nem tudom, hogy vannak az emlékeid között hasonlók, de embert próbáló volt, az minden esetre biztos. Hát egyrészt a saját emlékeim között is vannak hasonlók. Jártunk mi már így, hogy hosszú órákig álltunk egy helybe, majdnem 100 magunkkal, mert 100 hajót illetően kezd helyen. Másnap hajnalig a rajtot követően, de ettől van egy még kellemetlenebb emlékem. Szerencsére ez nem a mi hajónkkal történt meg, amikor 24 órával a rajtot követően Kenesén az első számú pályajelen is több mint 100 hajó állt egy helyben, és igazándiból ez a tipikus kék szalag. Tehát igen. Nem az a tipikus kék szalag, amikor végigfújja a szél, mint tavaly. Igen, a tavalyi volt talán a kivételek közé tartozó. Így van, vagy éppen az 50-es évek közepén, amikor a nemereket ugye fölállította a nagyon-nagyon sok évtizeden keresztül tartó 10-57 perces rekordját. Tehát friss víz is veszi közben a pályajelet. Így igaz. És itt hiába volt a teljesen igaz a meteorológiának, hogy estére, mikor lemegy a nap után, a fokozatosan erősödő szél volt várható, be is következett, de Balatonról beszélünk. Az is várhatott volna még magára az a szél, és ez belegondol a versenyzőknek, hogy innen még durván egy 100 kilométert is akár vitorlázhatunk hazafele, ilyen körülmények között a fordulókat is beszámítva. Hát bizony, tényleg a mentális felkészülésnek is nagyon komoly szerepe van egy ilyen igazi csapatnak. Igen, ugye az is fontos volt egyébként, miközben láthattuk itt Metrányi Zoltánék fordulását, hogy a Vitorlás Szövetség nagyon hatékony és persze nagyon szigorúan vette azt, hogy a hajókon szükségszerű kivilágítási minimumok mindenképpen meglegyenek, mert mint kiderült ugye itt a késő éjszakában, sőt aztán a másnap reggelig, vagy mondjuk napfelkelteig tartó időszakban nagyon aktívan szükség volt ugye a hajó kivilágítására. Ugye itt már nagyon érződött az, hogy percek kérdése volt, hogy lebukjon a nap a horizonton. Mennyiben lassítja, itt most az élmezőnyre gondolok, alapvetően taktikailag egy ilyen összeszokott csapat, egy ilyen csodálatos gépezet menetelését az, hogy besötétedik? Igazán most sem mennyire. A pillanat tört része alatt reagálnak le a fiúk, látási viszonyok közepette is, vagy éppen ha nem látnak, akkor is szélerősödéseket és bármilyen technikai problémákat tényleg. Ettől csapat a csapat, hangsúlyozom, a sok edzés, az, hogy gyerekkorban például nagyon sok utánpótlás edző nagyon helyesen vagy kiviszi este és sötétben vitorlázni a gyerekeket, hogy az érzékszerveiket tudják. Tehát, hogy szoktatják őket a vizualitás hiányához, ugye? Hogy milyen az, ha nem hagyatkozhatunk a szemünkre. Van, vagy éppen bekötött szemmel. Ezek nagyon játékos edzésnek tűnnek nappal, hogy bekötjük a szemünket. Jó, és akkor utána oldjam meg a problémát, hiszen érzem az arcomon, kezemen, bőrömön, hogy honnan fúj a szél, mikor erősödik, mikor kell ráhúzni, vagy éppen ráengedni. És hát ezek azok a forrók, amik az ilyen szóval ennyire profi csapatoknál talán egy olyan embert elbír, aki nagyon alázatosan megpróbál felnőni a csapathoz, de azért a 75-80%-a, hanem a 90% a fiúk mindegyik profi, gyerekkora óta kőprofi. És belenőtt ezekbe a feladatokba. Na hát itt láthatjuk ugye felülnézetből, ahogy a keszthelyi fordulóhoz érkezik a többi hajó, ugye Józsa Mártonék mentek ott az előbbi, mint a 50-50-vel.
Igen, és ugye itt is és látjuk a csodálatos légi felvételekből, tehát egészen fantasztikus munkát végzett ez a két fiatal fióka, akik ilyen gyönyörű fenti képekkel ajándékoztak meg bennünket, akár a rajt pillanatában, akár Kenesén, akár pedig itt Keszthelynél. Hogy a hajóknak már látjuk ugye a pozíciófényeit, aminek valóban nagyon, de nagyon fontos jelentősége van, hiszen gondoljunk bele, hogy a későbbiek folyamán látni fogjuk, felerősödött egy kicsit a szél, és ezek a hajók igen nagy sebességgel kezdtek el haladni, még hogyha jelen pillanatban erre semmi ráutaló magatartás nincs is. De amikor jön egy hajó, mondjuk 40-50 kilométerrel halad egész pontosan, és a másik pedig mondjuk egy 20 kilométeres sebességgel lévén lassabb hajó, de jön, ugye ezek összeadódhatnak, ha szembe találkoznak, és ez száraz földön sem annyira szerencsés, hát még vizen, az éjszakában, és ha valaki akkor kiesik a hajóból, de hát nyilván ezeken a versenygépeken lévő versenyzők mindegyikén ugye megfelelő védőfelszerelés van, tehát ugye a bukósisaktól kezdve a gerincvédőn át, mint egy motorversenyzőnél, a mentőmellény viselése ugyanúgy kötelező ezeknél a srácoknál. Ugye a tavalyi esztendőben, amikor azért nagyon viharos volt a kékszalaga, és elég sok mentésre volt szükség, ugye akkor kiderült, hogy valóban ugye ezek a profi testet és egészséget védőfelszerelések mennyire fontosak, így ahogy mondod, a szárazföldi technikai sportokhoz hasonlóan nélkülözhetetlenek. Ezért a hajóknak a kivilágítása igazándiból mindenkinek a hatványozott érdeke, és itt azért ezen a kékszalagon volt egy-egy, aki technikai problémák miatt ezt időszakosan nem tudta megoldani, de azért a hajók, illetve rajta versenyzők túlnyomó többsége nagyon odafigyelt, és példamutató módon rákoncentrált, hogy tartalék, akkumulátort is vigyünk magunkkal. Bármi történik, a hajók ki legyenek világítva, nagyon fontos éjszaka. No, hát ez már itt azért jó néhány órával később a befutó felé halad a Safram és legénysége, ugye? Egy picit azt gondolom, hogy minket is meglepett az, hiszen a korábbi várakozásokhoz képest azt számolgattuk, hogy talán hajnali 3 és 4 óra környéke között érkezhető a Safram, de hogy magad is mondtad, valóban megérkezett éjszaka ez a kicsit frissülő szél, ezt kiválóan használta ki a svájci csapat, és ahogy lehet látni, szépen, szisztematikusan, első ízben versenyezve a balatoni kékszalagtól kerülő ütőorlás versenyen, ebben az esztendőben. Egészen pontosan a rajtot követően, a 9 órás rajt után, másnap hajnalban, hajnali 2 óra 6 perc 22 másodperckor megérkezett, tehát átlépte a cél vonalát a Safram és legénysége Christophe Peclard irányításával. Igen, és ezúton is szívből gratulálunk neki, még hogyha nyilván magyarként szerettük volna, hogyha magyar kezekben maradjon a kékszalag védése, a valamelyik magyar hajó és kormányossal és csapata jó voltából, de ugyanakkor azt kell mondjam, hogy a legyőzhetetlennek hitt 50-50 most legyőzettetett. A svájci csapat megnyerte, én biztos vagyok abban, hogy Józsa Marciék vissza akarnak vágni, ahogy Litkei Farkas és csapata is szeretne 12-szeres tókerülő győztes lenni, és a többiek is, a Nagyer Attilával, a Bledzseknél, a Vándor Robiék és a Petrányi Zoliék, minden benne van, de a sport ettől is szép. Hát persze kíváncsiak voltunk arra, hogy a skipper Rodolphe Gauthier hogy látta, vajon hogy sikerült ennek a csapatnak tulajdonképpen minimális Balaton ismerettel és Balaton tapasztalattal első ízben megérkezve Magyarországra, és ugye első ízben indulva ezen a viadalon, hogyan sikerült ez a győzelem. És érdekes dolgokat mondott, kicsit arra is utalt, hogy mintha hazajött volna. Na, hallgassuk akkor tehát Rodolphe Gauthier-t. Well,
Ez egy több szempontból is rendkívül nehéz nap volt, tekintettel arra, hogy alig volt szél, másrészt pedig elől folyamatos adok-kapok ment a vezető pozícióért. A nap legnehezebb manővere a Keszthelyi bójánál volt. Amiután jött némi szél, ezt kellett kihasználnunk, ha nyerni akartunk. Fantasztikus csapatom van Krisztóf Peklár kormányossal az élen, akikkel megpróbáljuk Európa összes nagy tókerülő versenyeit megnyerni. Ide a Kékszalagra néhány éve már majdnem eljutottunk, ez mostanra realizálódott. Tudtuk, hogy rendkívül nehéz lesz, hiszen alig volt időnk edzeni a tavon. A vízmélységre is figyelnünk kellett, hiszen hiába ismertük a Balaton átlagos mélységét. A hajónk közel 3 méteres merülése miatt a parthoz közeli manővereknél nagyon oda kellett figyelnünk. Ebben például sokat segített Pénzes Attila, aki amolyan magyar guruként végig kézben tartotta a hajót. Másrészt lehet, hogy furcsán hangzik, de sok szempontból a Genfi tavon szerzett tapasztalatainkat is fel tudtuk használni bizonyos szituációknál. Így, ha nem is voltunk hazai pályán, úgy, mint például Litkeiék, vagy a 50-50, mégis győzni tudtunk, amiért rendkívül boldogak vagyunk. It was a great day. Actually, we are more than happy that we've made it. No, hát így tényleg számunkra is meglepő volt, hogy azokat hallhattuk, ami talán a mi fülünknek szokatlan, kicsit hazajöttek, és a tapasztalatokat, amit a Genfi tavon eddig összeszedtek, azt itt kiválóan tudták hasznosítani. Nagyjából 15 perc késéssel érkezett be második helyen ebben az esztendőben a 50-50, a Józsa Márton által irányított csodálatos és különleges szörnyetege a Balatonnak, ugye, hogy idézzük a klasszikusokat, ami aztán végül is azt gondolom, hogy a nap korábbi taktikai csatáját nézve nem meglepetés. De hogy egy kicsit azért beszéljünk arról is, hogy mi történt mögöttük. Nagyon sokáig érdekes volt, hogy Litkei Farkas a Cellummal egész komoly hátrányt szenvedett elsősorban ugye ott a Keszthelyi fordulónál, amit aztán rendkívül taktikus módon csodálatosan ledolgozva tudott behozni, és végül is ugye a harmadik helyre hozta be a hajóját ebben az esztendőben a Kékszalagon, és egyben itt láthatják tehát a végső sorrendjét az abszolút versenynek, tehát győztes a Safram, második a 50-50, ugye Józsa Mártonékkal, harmadik a Cellum Litkei Farkassal, negyedik a Friss Víz Petrányi Zoltánnal, ötödik az RSM DTM Vándor Róbert irányításával, hatodik a Blackjack Nagy R Attilával, hetedik a Naturakva, ugye Roland Geblerékkel, és nyolcadik pedig a Rafika. Ez pedig az a csodálatos, több mint 500 000 forintot érő Herendi fantasztikus trófea, amely minden esztendőben ugye a leggyorsabb hajói, vagyis a Kékszalag győztesei. Én azt gondolom, hogy független attól, hogy egy szinte szélcsendes napot láthattunk, hogy te magad is mondtad, Kálmán, egy csodálatos versenyt rendkívüli izgalmakkal. Köszönöm szépen, hogy csatlakoztál hozzánk. Köszönöm szépen is. Segítettél egy picit belelátni ebbe a nagyszerű küzdelembe, ebbe a különleges versenybe. Hát ahhoz képest, hogy majdnem 10 órával tartott tovább ez a verseny, mint a tavalyi rekord, én azt gondolom, hogy élményekben ennyivel többet is jelentett számunkra. Bízom benne, hogy a kedves nézők is így gondolták, és ezekkel a csodálatos, fantasztikus képekkel, ami a mi Balatonunk fölülnézetből, vagy akár a partról, ezekkel búcsúzunk, abban bízva, hogy jövőre is csatlakoznak hozzánk. Köszönjük a figyelmüket. Ha megvalósítod az álmaid, megérkeztél. Árgán!